Rozsnyai Róbert erőnlétoktató, és itt az előbb ugye a szakállápolásról volt szó. Hát Robi, neked most ezzel nincs problémád, bár azt gondolom, hogy aki ugye minden nap edz, az arra törekszik, hogy a lehető legkevesebb szőr legyen rajta, mert hát gondolom, hogy megizzadtok. Amit hoztál hozzánk, nem tudom hány kilót nyom, ez a kettleball edzésnek egy nagyon fontos eszköze, sőt mondhatni, hogy az egyetlen eszköze? Hát akkor kezdeném előről. Tehát kettlebell és krav maga edző vagyok. Ez a fő tevékenységem, ugyebár arról volt szó, hogy ma a kettlebellről beszéljünk egy kicsit. Ez egy 16 kilós eszköz, azért hoztam ezt, mert ez a standard. Tehát ez az egy pudos eszköz, ebből indultak ki a többi méretek, ugyebár ennek vagy a kisebb, vagy a nagyobb verziója. Hát hogy az egyetlen eszköze, alapjában véve mi egy olyan mozgást tanítok az embereknek, ami az alapmozgásokat a kettlebell segítségével tudják elsajátítani. Az, hogy egy ember idézőjelben szabályosan, tehát le tudjon googolni, vagy valamit a feje felé tudjon emelni, ezek nem eszközfüggőek, nem a kettlebellhez tartoznak, de nagyon fontos, és ezen a rendszeren és ennek az oktatási rendszernek a keretein belül nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és nagyon jól elsajátítottuk ezen keresztül. Ugye ez nem egy mostani eszköz, gyakorlatilag már az 1900-as évek elején Oroszországban, meg gondolom olyan helyeken, ahol nem volt nagy tér és túl sok eszköz, ezt használták. Mikor gyűrűzött, vagy érkezett be Magyarországra? Hát érdekes módon ezt az eszközt, ezt nagyon sok kaptam az egyik barátomtól olyat, ami neki az édesapjáé volt. Tehát ez nem egy új keletű eszköz. Valójában amit mi mögé rakunk, ez a mozgásrendszer, ez az, ami 2009-ben jött be Magyarországra. Azóta foglalkozunk ezzel, tehát maga a mozgásrendszer az újdonság, nem maga az eszköz. Az eszköz az, ugyebár úgy szoktuk mondani, hogy a cári Oroszországban már felelhető volt, és ott egy nagyon egyszerű, ugyebár a mérlegnek az ellenoldalára használták, mint súly, tehát ezért vannak ezek a súlyfelosztások, gabonát mértek, krumplit, stb. És ugyebár ezek a legények, akik ezzel dolgoztak, ezek rendkívül módon meg voltak erősödve. Ezt kitalálták, hogy ez milyen jó, milyen érdekes. Elsősorban ugyebár amit lehet látni, az az orosz virtus, a kihány szor nyomja ki, stb. Indult ez a rendszer, és ennek megvan a mai napig a sportverzió, ezt gírja sportnak nevezik, és azt csinálják is a mai napig. Mi ettől egy kicsit elvonatkoztatunk, és az eszközt inkább, mint a mozgás minőségének és az erő és az erőálló képesség fejlesztésének az eszközeként használjuk. Hogy látod, Robi, mi a nagyobb kihívás, egy testet edzeni, vagy a lelket? Én úgy gondolom, hogy nem én találtam ki az épp testben épp lélek mondatot. Én úgy gondolom, hogy kettő az szervesen összefügg. A fizikai, az egyik mondjuk, hogy barátom, tanulom mondta az edzésben, hogy az erő erőt ad. És én úgy gondolom, hogy az így is van. Mindenféleképpen, hogyha valaki fizikai edzést végez, feltétlenül mentális fejlődésen is fog keresztül menni, mert ugyebár az első és legfontosabb dolog mindenkinek, hogy saját magát leküzdje, már csak azzal is, hogy elkezd mozogni, mert ugyebár a mai világban ez a mindenki rohan, senki se ér rá magára, hát ez elég elszomorító, és ugyebár ez az első lépés, hogy valaki lejön edzeni. Így van, ugye elszomorító, hogy bizonyos izmok, például a kézizmok, azok biztos tökéletesen fejlődnek, de a test többi részén azért van mit javítani. Mi az, ami, illetve hát kik azok, akik elsősorban mondjuk ezt a fajta edzésfajtát választják? Neked mi a tapasztalatod? Egészen meglepő. Én úgy gondolom, én annak idején, amikor elkezdtem ezzel edzeni, egy olyan hatást tapasztaltam, mert tényleg ez olyan mértékű erőálló képesség fejlődést tapasztaltam saját magamon is, hogy ez még 2009-ben volt. Azt vártam, hogy tele leszünk küzdősportolókkal, vagy olyan sportolókkal, akik fejleszteni akarnak még magukon. Érdekes módon odáig még mindig nem érkezett el az, hogy a fundamentális erő milyen fontos, vagy más utat választanak. Az átlag emberek, akik úgy gondolják, hogy nincs sok idejük magukra, de valóban erősek akarnak lenni, és nem csak erősnek akarnak látszani, ők szoktak megtalálni. Rengetegen vannak a lányok meglepő módon,
én úgy gondoltam, hogy ez egy férfias sport, és ennek mondtam. Ellenére, ha nem is túlsúlyban vannak, de ilyen nagyon mozog a mérleg, hogy kik vannak többen, és ez, amiről beszéltünk is a szünetben, hogy a lányok kitartóbbak, erősebbek, tehát ez meglepő, és hát én várnám, hogy a... Felzárkózzanak a fiúk is? Így van, igen. Alapvetően ugyanúgy kell a lányokkal is dolgozni, mint a fiúkkal, vagy, mert ugye általában a lányok formálódni szeretnének, szánkásodni, a fiúk pedig tömeget növelni. Hát ezek én úgy gondolom, hogy a fitnessiparnak a kifejezései, ez a zsírégetés, tömegnövelés, stb. Én úgy gondolom, hogy első és legfontosabb az, hogy az ember megtanuljon úgy mozogni, hogy ne váljon a kárára. Ez a hétköznapi életben is fontos, és nyilván a legfontosabb szerintem, hogy megerősödjön. Megerősödjenek az izületjei, szalagjai, bármi, ahhoz, hogy alkalmas legyen bármilyen más mozgás elvégzésére is, illetve egy alapszerűt szerezzen ehhez. Igazság szerint a lányok szoktak félni, hogy nem leszek nagy, meg nem leszek izmos. Hát ugyebár, hogyha valaki ebbe úgy belemélyül, és azt ismeri azt, hogy tesztoszteron szint, stb., akkor tehát nagyon jól tudjuk, hogy a lányoknak nem olyan könnyű nagy darabnak lenni, és erősnek lenni. Hogyha olyan könnyű lenne, akkor biztos könnyen menne a fiúknak is. És ha könnyen menne, akkor nem történnek vele mondjuk a testépítők is annyi időt, hogy nagyok legyenek, vagy erősek, vagy szépek. Azt vettem ki a szavait, Borbi, hogy nagyon fontos azért a prevenció olyan szempontból, legalábbis azokkal, akikkel te dolgozol, hogy tényleg ne legyen sérülés. Mondjuk a nulláról, ha valaki elkezd veled dolgozni, mennyi idő kell ahhoz, hogy tényleg az izületei stabilak legyenek, és készen álljon arra, hogy valóban egy erős, egészséges alkata legyen majd? Nyilván azzal szoktuk kezdeni, hogy van egy felmérés, tehát ez személyre szabott, tehát a válaszra, vagy a kérdésre a válasz az, hogy ez attól függ. Uh-huh. Tehát, hogy kiről van szó, milyen alapokkal érkezik, milyen genetikai háttérrel érkezik, milyen múlttal, esetleg sérüléssel érkezik hozzánk. Nyilván a legnagyobb probléma az, hogy általában onnan kezdődik a felkészítés, hogy mínuszból felhozzuk nullára az embereket, hogy arra alkalmasak legyenek, hogy lehessen őket terhelni. Nyilván most ezt időbe bocsátkozni, hogy mennyi idő alatt lehet elérni, én ezt nem vállalnám fel. Én úgy gondolom, hogy aki egy fél évet, évet eltölt azzal, hogy ezzel foglalkozik, az nagyon komolyan fog róla nyilatkozni, és ő már el fogja tudni, hogy mik az ő pozitív hatásai. Ez természetes ugye, hogy minden ember más, de mondjuk abban esetleg lehet-e valami egységes állásfoglalás, hogyha mondjuk tudjuk, hogy a következő egy hónapban sokkal többet fogunk enni, most itt a közelgő ünnepekre gondolok, arra lehet egy picit előre készülni? Rákészülni? Ráedzeni? Vagy azért? Én nekem az az álláspontom, hogy nem. Nem. Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy valamilyen fegyelem szükséges mindenhez, fegyelem szükséges ahhoz is, hogy én értem, ünnepek vannak, főzött, sütött mindenki, és azt el kell fogyasztani, elfogadom, megértem, de azt is értse meg mindenki, hogy ez nem egy mencsvár, hogy most ünnep van, és most lehet enni, és akkor most büntetlenül, de én úgy gondolom, meg ez a másik állásfoglalásom, hogyha valaki rendesen edz, hogyha valaki rendesen eszik, akkor hogyha egy pár napot ezzel megcsúszik az ünnepek alatt, ezzel semmilyen problémája nem lesz. Lehet, hogy lesz egy kis negatív hatás, bevizesedik, stb., de ez ugyanúgy el is fog tűnni. Ahogy mondtad az előbb, a fitnessiparnak a kifejezései, ugye nagyon sokan olvasnak különböző cikkeket női újságokban, interneten, és tényleg ezeket szinte már kívülről tudjuk. Az egy másik kérdés, hogy nem úgy éljük az életünket, de az is sokszor elhangzik, hogy a táplálkozás az legalább 70%-ot jelent mondjuk, és csak 30-at a maga a mozgás, hogyha mondjuk valaki éppen mondjuk nagy súlytól szeretne megszabadulni, te hogy látod, van-e ilyen arány, vagy igaz-e ez a hipotézis? Érdekes módon pont most olvastam egy ezzel kapcsolatos cikket. Nem bocsátkoznék bele százalékos felosztásba. Én úgy gondolom, hogy körülbelül ilyen 50-50. Tehát nagyon fontos, hogy odafigyelj. Nem feltétlenül, tehát ez ami a standard, ez a csirkemell,
mit tudom én, fűszer nélkül, meg rizs. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan szélsőség, ami, hogy és akkor csak egyfajtát enni, vagy csak zöldséget enni. Én úgy gondolom, hogy ez annyira elsarkítja az étkezést, hogy ez sem egy előnyös dolog. Nem vagyok táplálkozás szakértő, sem dietetikus, de én úgy gondolom, hogy ez a vegyes étkezés is az, hogy mindent eszik az ember, az fontos. Nyilván itt az aránya, meg a mennyiség az, amire oda kell figyelni, illetve ugyebár, hogyha valaki nem végez testedzést, akkor mitől várja a változást? Tehát hogyha valaki nem eszik, akkor sovány lesz. Tehát hogyha valaki nem eszik, és csak nem eszik, akkor az első és a leggyorsabban leadható és felesleges dolog, ha nem mozog, akkor az izom lesz, attól fog megszabadulni. Tehát én úgy gondolom, hogy arányba kell helyezni a dolgokat, és mindig az arany középutat választani. Hát Robi, köszönjük szépen, remélem, hogy sok nézőnek felkeltettük a kíváncsiságát, és majd személyesen meg is emeli ezt az eszközt, és a további kérdéseket pedig nektek személyesen fölteszi.